Ő András. András tanár. Nem is akárhol. Két dologra büszke. A diákjaira és a táborozós élményeire. Főnöke Laci. Ő is szeret nosztalgiázni. Hey, azok a régi szép táborozások. Így hát András újra meg újra mesél Lacinak. Az építő táboros kemény munkáról, a négy csillagos ellátásról, a retro feelingről, meg az életre szóló barátságokról. Az első komoly szólóiról a zenei táborból. És mindenről, ami a zótáborban történt. A férfias helytállásról a militári táborban, a kemény kiképzésekről, és a legfárasztóbb harcászati műveletekről, gólyák figyelem, nektek nincs lazsálás. Ha úgy gondoljátok, hogy jobbak vagytok, mint András, akkor irány a táborozás. De hát úgyis a sorsolás dönt. A retro építőtábor, a zenei tábor, a zótábor, vagy a militári tábor. Mindent bele, és jó készülődést! Oké. Okay.